Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk Hubay Imre, a Jászlókun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke. Üdvözlöm, elnök urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a kedves tévénézőket. Lassan 9 hónapja tart az orosz-ukrán háború, amely nemhogy Európa, hanem az egész világ rendjét átírta, viszont a fejlődés nem állhat meg. Beszéljünk hazánkban és azon belül Jászlókun-Szolnok megyéről, a településekről, hogy milyen kiemelt pályázatok vannak folyamatban, és miért fontosak, hogy a beruházások, fejlesztések haladjanak, menjenek. Sok szempontból rávilágított többek között a háború is arra, hogy energetikai szempontból milyen sérülékeny hazánk külső energiahordozókra való szorultsága, és így nem meglepő, hogy milyen népszerűek azok a pályázatok, amik például az önkormányzati épületek, létesítmények energetikájának korszerűsítésére irányulnak. És el kell mondanunk, hogy szerencsére erre a lehetőségre gondolva, annak idején a Jászlókun-Szolnok megyei közgyűlés komoly forrásokat különített el a külterületi és a belterületi utak rekonstrukciója mellett az élhetőbb településekre és az energiahatékonyság, az energiakorszerűsítés és a felhasználás csökkentésére irányuló pályázatok forrás keretére. Én a közgyűlés nevében is mondhatom, hogy azért is lehetünk elégedettek többek között, mert ezek a felhívások nem csak sikeresek, hanem a benyújtott pályázatok eredményesek, és éppen november 11-én volt az utolsó olyan bírálati kapu, ahová a beérkezett pályázatokat értékelve a megyei közgyűlés mind a 104 projektet, ami akkor bírálatra került, mindet támogatóra tudta tovább küldeni az irányítóhatóságnak. És ugyanilyen projekt kapura készülünk november 30-án, amikor ismét egy döntés dömping következik, és újabb pályázatok fogják szolgálni, mind energetikailag, mind pedig használhatóságokat és korszerűségeket tekintve az önkormányzati infrastruktúrát. Kiemelném a gyermekintézményeket és a köznevelési intézményeket, de ugyanígy fontos, hogy az önkormányzati létesítmények, ahol adott esetben kulturális vagy szociális tevékenységet folytat az önkormányzat, és nem kimondottan a saját bevételtermelésről szólna, tehát rászorulnak az önkormányzatok, hogy 100%-os támogatási intenzitású pályázatok szolgálják ezeket a projekteket. Látjuk a városban is, hogy az út felületek és a zöld felületek megújulása mellett egy olyan korszerűsítési hullám van folyamatban, ami a rendszerváltás előtt létesített infrastruktúra előregedése és a korszerűsítés igények miatt nem csak energetikailag, hanem a belsőket tekintve is vonzóbbá és frissebbé, üdébbé válnak. Nagyon fontos az is, hogy az egyházi intézmények is megújulnak, vagy újak létesülnek. Ezzel tovább nő az a kapacitás, ami a városban született gyermekeknek a befogadására és a köznevelésre szolgál. Az is fontos, hogy lássuk, hogy ezek az energetikai problémák itt maradnak velünk. Még hogyha a háború véget is ér, akkor sem fog megszűnni egyik napra a másikra ez az óriási energiaár, de a függőségünk az semmiképpen nem fog megszűnni. Ezért olyan döntést hozott Magyarország kormánya, és vele együtt az összes megyei önkormányzatnak és önkormányzatnak ad ezt feladatot, amely hazánk geotermális potenciálnak a kiaknázására irányul. És ebben a tekintetben is van egy kezdeményezésünk. Pilot projekt szerepét szeretnénk itt Karcagon meghonosítani, és egy olyan komplex energetikai szemléletet hozni a városba, amely jobban épít a meglévő geotermális potenciálunkra. Egy olyan hévízkút fúrásában gondolkodunk, aminek mind a hőjét, mind a vizét, mind pedig a kísérő gázát hasznosítanánk arra, hogy az önkormányzati épületek energetikai ellátása az függetlenné váljon, olcsóbbá, fenntarthatóbbá váljon, és jobban építse Magyarország alap adottságaira, hiszen látjuk, hogy míg a tavaly évben 700-800 milliárd forintot fizetett ki Magyarország kormánya azért az energiahordozóért, amit akár a rezsicsökkentés, akár pedig az önkormányzati vagy állami intézmények ellátásához vásárolt, ez az idejében meghaladja az 5000 milliárd forintot. Egy ilyen horribilis kiadás messze meghaladja azokat a lehetőségeket, amit egy Európai Uniós támogatás politika nyújt Magyarország számára. Gyakorlatilag a teljes közel 10.000 milliárd forintnyi támogatás politika Európai Uniós forrás el tud olvadni 2-2,5 év alatt ilyen energiaárak mellett. Ezért nekünk arra kell koncentrálnunk, hogy energetikailag függetlenebbé
és korszerűbbé váljanak az önkormányzati létesítmények. És ugyanezt a lehetőséget a vállalkozások számára, tehát a munkahelyek számára is szeretnénk elősegíteni. És hogyha sikerül energiaközösségeket kovácsolni a településeken, akkor mind az önkormányzati, mind a versenyszféra, mind a szociális szféra, az egyházak, és a magánemberek, a magánlakások is jól járhatnak ezekkel az újfajta megoldásokkal, ami a távhőszolgáltatásban és akár ott esetben a közös energiabeszerzésben keresendő. Azt is fontosnak látom, hogy amellett, hogy nem álltak rá a beruházások, és továbbra is az építőiparnak, a szolgáltatóiparnak komoly megrendeléseket, a munkahelyeknek komoly védelmet, fedezéket biztosítanak, amellett még a számos innovációs és korszerűsítési pályázat a vállalkozások számára is elérhető. Ahogy mi látjuk, a vidékfejlesztési programból, a GINOB-ból és más, akár az energiahatékonyságot segítő programokból a vállalkozások is komolyan kivehetik a részüket. Folyamatosan nyitva álló lehetőségek állnak a rendelkezésre, és olyan zöld hitelek, ami nagyon kedvező kamatozással, szinte 0% kamatozású hitellel biztosítja azt, hogy a vállalkozások versenyképességét, az energiahordozók olcsóbb beszerzésére, vagy kevesebb energiahordozó felhasználása megalapozza. Ezért is lényeges az, hogy a megyei önkormányzat is dolgozik egy olyan korszerű ipari parknak a létesítésén, ahol már ezeket az innovatív megoldásokat is alkalmazni szeretnénk, és mind a napenergia, mind a geotermális energia, mind az azon felül érkező hulladékhő vagy kísérő gáz mind álljon be Karcag és a karcagi emberek szolgálatába, hogy ez is biztosítva legyen hosszan, akár évtizedekre az a fajta ellátásbiztonság, ami energetikailag függetlenebbé és versenyképesebbé teszi az itt működő vállalkozásokat is. Némileg kapcsolódik a témához a következő kérdés. A klímavédelem elég központi téma lett az elmúlt időszakban. Hogyan tudott és tud a megye bekapcsolódni a programba? Eleve az elvárásokat oda pozícionáltuk, hogy energetikai korszerűsítési pályázatokban a széndioxid kvótában mérhető megtakarítás legyen az első számú indikátor, amit egy jövőbeni, reménybeli nyertes pályázónak vállalnia kell. Minél több széndioxid kibocsátását tudjuk megelőzni, vagy akár metánkibocsátást tudunk megelőzni, annál inkább hozzájárunk ahhoz, hogy az üvegházhatású, vagy a klimatikus viszonyok átalakulásáért felelős gázok kibocsátásában vissza tudjuk fogni a jelenlegi tapasztalható mértéket. Nagyon fontos, hogy ezek mögé, az energiahordozók mögé ne keveredjen olyan, ami szintén fosszilis eredetű, akár a szén, vagy mi a fák kivágását is annak tekintjük, hogy lehetőség szerint ne ilyen típusú energiahordozókból elégítsük ki se a lakosság, se az önkormányzati, se a munkahelyek energiaellátását, hanem lehetőség szerint azokból a megújulókból, amik nem járnak üvegházhatású gáz kibocsátásával, nem járnak a környezet szennyezésével, nem járnak az erdők kivágásával, vagy adott esetben a zöld felületek átalakulásával. Ezzel is tudjuk védeni a klímát, hogy ha nem vágjuk ki a fákat, nagyobb zöld felületeket biztosítunk, és ezeket öntözzük, és a mezőgazdaság számára a klímaváltozás káros hatásaival szembeni ellenállóságot fokozzuk. Valamikor csak Karcag határában közel 9000 hektár is telep volt. Akkoriban, amikor ilyen volumenben termeltek Karcag határában rist, minden csatorna szinte tele volt, minden csatornából öntöztek, emellett még öntözött területek is voltak. Így aki hozzám hasonlóan nem mostantól kezdve fiatal, hanem mondjuk a 80-as években is már fiatal volt, ez tapasztalhatta, hogy egy-két ásonyomra ott volt a talajvíz a portákon. Ez mostanra 3 méter alá süllyedt, sőt van, ahol 6 métert is eléri most már a nyugvó vízszint, tehát ilyen mélyen van a talajvíz. Ezt mindenféleképpen elgondolkodtató kell, hogy legyen, és mindenféleképpen tettekre kell, hogy sarkaljon bennünket is. Ezért terjesztettem a megyei közgyűlés elé a kötővízik szakemberével közösen készített megyei öntözésfejlesztési stratégiát, ami egyébként a megyei önkormányzat által készített összes stratégiai dokumentumban benne van. Nem csak a klímaváltozás káros hatásaival való küzdelem, vagy a felmelegítés káros hatásaival kapcsolatos küzdelem, hanem a mezőgazdaság termelés biztonsága, ezzel a magyar emberek, a magyar fogyasztók jó minőségű, hazai, GMO-mentes élelmiszerrel való ellátásának biztonsága is múlik azon, hogy
hogy mennyire tudjuk megtermelni azokat az élelmi alapanyagokat, amikre a hazai adottságok, akár klimatikus, akár talajdottságok alkalmasak. És én azt látom, hogy óriási a gazdák részéről az igény az öntözés fejlesztésére. Jelenleg mintegy 31-32 ezer hektárt öntöznek meg minden évben a Jászlóni-Konszolnok megyei gazdák, és az a cél ezzel az öntözés fejlesztési stratégiával, hogy ezt fölemeljük 100 ezer hektára, tehát minden évben legalább 100 ezer hektár meg legyen öntözve a megyében, hiszen csak ebben az évben közel 200 ezer hektár és közel 60 milliárd forint értékű alapanyag termelés látta az asszály kárát, és ez gyakorlatilag akkora kiesés a megye gazdaságából, és a multiplikátor hatásával a feldolgozóipar, a kereskedelem, a szolgáltatások ennek a sokszorosát veszítették el a megyében, tehát több száz milliárd forintos veszteség érte a megye gazdaságát összességében, ami veszélyezteti az itteni munkahelyeket, veszélyezteti a vállalkozások életképességét, és a megváltozó és egyre fokozódó agrárversenyben rontja Magyarország és a magyar gazdák pozícióját. Tehát nekünk felelősségünk van abban, hogy az öntözést elérhető közelségbe hozzuk. Ezzel a klímaváltozás káros hatása, a felmelegedés, a klíma ránk melegedése elleni küzdelemben hatékonyabbak legyünk, felelősebben tudjunk gazdálkodni azokkal a vízkészletekkel, aminek 95%-a határainkon kívülről érkezik, de kötelességünk azt visszatartani a gazdák számára és a rekreáció, akár a szabadidő és az aktív és ökoturisztika számára, vagy csak az élőhelyek megtartása érdekében a vizet biztosítani. Ilyen volt a Hortobágy, ilyen volt a Tiszató térsége, ami az idén nagyon komoly jeleit mutatta az aszályosságnak, és mivel Szolnok ivóvíz kivételi pontja és az élő Tiszába van bekötve, így annak a biztosítása biztonságos Szolnok és térsége 140 ezer ember biztonságos ivóvízellátása érdekében bizony le kellett mondani a Tiszatóról egy időre, amikor augusztusban ütemezetten átállt a kötivízig az ütemezett öntözési időszakokra, sávos öntözési időszakokra, és a Tiszató leengedésével biztosította Szolnoknak, hogy ez a vízkincs ez elérhető legyen, és ne nélkülözzenek a Szolnok térségi emberek. Tehát nagyon komplex ez a folyamat, és látjuk, hogy az adottságaink jók. Korábban már kiépültek azok a művek, amik ezeknek a vizeknek a visszatartására, az öntözésre, vagy akár a klímavédelem más aspektusaira nagyon komoly alapot teremtenek számunkra. De fontos a tudatosság. Fontos az, hogy mindenki már a saját családi magánszférájában kezdjen el takarékoskodni. Minél több energiát spóroljon meg, és ne csak azért, hogy utána spóroljon magának, vagy akár spóroljon a rezsicsökkentett energiahordozók árában is, hanem azért is, hogy felelősséget érezzen mindenki, mert az egyénnél kezdődik a felelősség, ami a klímaváltozással szembeni eredményes fellépéshez vezet. Ha ezt egyénileg, ha ezt a saját családjaimban, a közösségeimben, baráti, vagy munkahelyi, vagy lakóközösségünkben nem visszük végig következetesen, akkor bizony elveszítjük azt a lehetőséget, hogy spóroljunk és megtegyünk mindent saját magunk hatáskörében, a saját kis szféránkban, a klímaváltozás káros hatásaival szembeni eredményes fellépésben. És nyilván erre sarkaljuk a vállalkozásokat, az önkormányzatokat, az állami szervek is erre lettek kötelezve a kormány részéről, és bizony, hogyha összefogunk, ha ebben eredményesek vagyunk, és elfogadjuk, hogy némi kényelmi pozícióba visszább kell lépnünk ahhoz, hogy ne folytatódjon ez a drasztikus felmelegedés, vagy ne folytatódjanak a klimatikus adottságokban való változások. Például az asszály az mindenkinek az életét érintette, akinek kiskertje van, akinek gyepfelülete van, vagy nyaralója van, üdülője van, vagy csak szeretett volna egy jót kirándulni a szabadban, azt tapasztalta, hogy már gyakorlatilag májusra felégett a határ, és utána szinte elviselhetetlen volt a hőség. El kell gondolkodnunk, hogy ebben mi saját magunk mit tehetünk hozzá, és azt, amit megtehetünk, azt meg is kell tennünk. A klímavédelem kézen fogva jár ugye a természetvédelemmel, és a Tiszató és térsége csodálatos látvány nyújt bármelyik időszakban. Picit beszéljünk, mint turisztikai attrakció a Tiszató és térségéről, és a lezárult szezonról, illetőleg az előttünk álló időszakról is. A szezon, hála Istennek, a nehézségek ellenére azért mégiscsak jól sikerült. A Tiszató és térsége egy olyan aktív és turisztikai vonzerő,
ami az egyik legígéretesebb ma Magyarországon. A Hortobágyjal és Debrecennel, Debrecen térségével, Hajdúszoboszlóval a harmadik legvonzóbb célpontja ma a belföldi turizmusnak. Nagyjából a vendégek 98%-a belföldről érkezik, amit mi szeretnénk majd megtartani a jövőben is, tehát minél többen jöjjenek el a Tisza-tó és térségébe, viszont jó lenne a külföldi vendégek előtt is megismertetni, hogy Balaton, Budapest és a Mátra-Bütt térsége, vagy Gyulán kívül létezik a Tisza-tó és térsége is, és itt van a Gyöngyszemünk, Tiszafüred, Berekfürdő, itt vannak azok az adottságok a bátszolókon, ami mi is felnőttünk annak idején gyermekkorunkban, és mi az aktív és ökoturisztikai célpont nem csak az ornitológiának, tehát nem csak a madár megfigyelésnek, hanem az aktív kikapcsolódásnak, az evezésnek, horgászatnak, kerékpározásnak, túrázásnak is kedvez, és nem csak a területi és települési operatív program pluszból fognak majd akár Tiszafüred, akár Tiszadezs, akár Tiszaszőlős vagy Abátszalók nagyon komoly forrásokhoz jutni, hogy vonzóbbá tegyék a tó és térségét, közvetlenül a vízpartot, akár felújítsák a kerékpáros infrastruktúrát, felújítsák a szabadidős attrakciókat, akár új kikötők létesüljenek, vagy a kikötő megújuljon, és új vonzerővel gazdagodjon, valamint, hát az is nagyon fontos, hogy van egy Tisza-tó térségi fejlesztési tanács, amely szintén nagyon komoly befolyással bír a fejlesztés politikára, és a tó élővilágának a megóvására, mert a tanács részéről megfogalmazódott egy olyan igény, hogy a Közép-Tiszavidéki Vízügyigazgatósággal közösen módszeresen fogjunk hozzá a tó karbantartásához, a feliszaporodás megszüntetéséhez, a vízi útvonalak biztosításához, anélkül, hogy zavarnánk ezzel a természet egyensúlyát, és anélkül, hogy zavarnánk ezzel a madarakat, a vízi élőlényeket azon a természetes élőhelyen, ahol ők gyakorlatilag visszahonosodtak, visszatelepültek, miután közel 50 évvel ezelőtt megépült és átadták a Tisza tavat, ami akkor kiskörei víztározó volt. De látjuk, hogy milyen fantasztikus változáson tud keresztül menni a természet, hogyha birtokolhatja azt, ami az ősi jussa, és nekünk az a feladatunk, hogy ehhez minden olyan körülményt, olyan feltételt biztosítsunk, ami szükséges, hiszen nagyjából a kerékpárosoknak a száma az 80 és 100 ezer között mozog évente, akik ténylegesen körbe kerékpározzák a tavat, és az a 67 kilométer felejtetetlen élményt nyújt mindenki számára, különösen, hogyha még az északi kört is hozzávesz, ami közel 30 kilométer, vagy akár élni fog azzal a komp nyújtotta lehetősége, hogy Tisza Dezs és Tisza Nána, Dinnyi és Hát között majd kompon is át lehet kelni a Tisza tavon, és gyakorlatilag vagy le lehet rövidíteni a kört, vagy pedig egy szép kis nyolcast lehet beletenni, és így végteleníteni, hogy végtelen sok arcát ismerjük meg a tónak és a térségének. Látjuk, hogy a horgászturizmusban nincs visszaesés, tehát akár a vízszint csökkenése sem vette el a horgászok kedvét, sőt bizonyos tekintetben egyes ragadozó fajok, mint például a harcsa, a szürke harcsa, vagy folyami harcsa, ahogyan a horgászok hívják. Ennek a fogási lehetőségei úgy megszaporodtak, hogy minden eddig itt felül mód, hogy a vízszint csökkenéssel összehúzódtak ezek a fajok, és nyilván a táplálék láncban egyre kevesebb volt a táplálék, tehát nagyobb fogási eredményeket tudtak a horgászok felmutatni. De az is nagyon fontos, hogy az evezős vagy száppos túrák is megszaporodtak. Az ilyen túravezetésekre óriási az igény, és a megyei önkormányzat Tiszaföldön létesít egy olyan természetbúvár, játszóházat és túraközpontot, aminek az alapét már leradtuk, most a cölöpözési munkák vannak folyamban, az alaplemezek készülnek, és az árvízvédelmi töltés megerősítése, és remélem, hogy valamikor január-februárban indul fölfelé az építkezés, és láthatóvá válik az az épület, amiből majd ezeket a tiszatavi túrákat szeretném népszerűsíteni, a Tisza-tó térségi kínálatot szeretném bemutatni egy csokorban az érkezőknek, nagyjából 300 méteres távolságra a kerékpáros centrumtól, egy nagyon komoly turisztikai attrakció és nagyon komoly felület annak érdekében, hogy meg tudjuk mutatni a tavat, a tó élővilágát, a téli, a tavaszi, a nyár és az őszi időszakra külön-külön, hogy mikor milyen szépségei vannak a tónak, hiszen minden évszakban csodálatos ez a térség, és mindig van látnivaló, mindig van miért oda menni, hiszen mindig láthatunk olyat, amit addig még nem. Még a tapasztaltak, a sokat látott túrázók is felhívják el a figyelmünket. Ugyanakkor új szolgáltatásokat is szeretnénk meghonosítani,
És amellett, hogy interaktív módon be akarjuk vonni a gyermekeket, a családokat, az iskolákat, a közösségeket, amellett szeretnénk, hogyha a természet védelme, az ökotudatosság, vagy a klímavédelem is hangsúlyos bemutatási lehetőséghez jutna ezen a felületen, és a természetbúvár játszóház, túraközpont, az Abátszalóki és a Tiszaderzsi, Tiszaszőlősi és tiszafüredi szolgáltatók mellett nem csak a partmenti birtokos településeket, hanem mindenki mást egészen Karcagig föl kíván ölelni, és minden turisztikai attrakciót, hiszen érdemes ezeket csokorba szedni, érdemes ezeket úgy látogatni, akár többnapos, hogy egy egész hetet megtöltő programcsomagot tudjunk az ideérkezők számára biztosítani. Ezáltal minden térség, minden település és minden szolgáltató jobban kiveheti a részét. Ahogy a Berekfürdő és Strandfürdő, és Karcagi Strandfürdő is, ahogy már említettem, nagyon komoly fejlesztési forrásokon keresztül tudja bővíteni majd a szolgáltatást, megújítani azt az infrastruktúrát, ami rendelkezésre áll, és biztonságosabbá tenni például a hévízzel való ellátását, a gyógyvízzel való ellátását a strandoknak. Térjünk át országos és helyi aktualitásokra. A nemzeti konzultáció már nagyon sok család postaládájában megérkezett. Elnök úr szerint miért fontos most is, hogy elmondják az emberek a feltett kérdésekben a véleményüket? Én a postaládámat sem vártam meg. Én amikor elektronikusan lehetőségem volt arra, hogy kitöltsem a kérdőívet, azt azonnal megtettem, hiszen azok a szankciók, amik befolyásolják az életünket, megváltoztatták körülöttünk a világot, és egyáltalán a jövőbe vetett hitét is nagyon sok tekintetben az embereknek is, és egy időre az önkormányzatoknak, a vállalkozásnak, és maguknak a közszférában dolgozóknak is. Egy újfajta gondolkodásra kellett átállnunk. De ez kevés akkor, amikor mondjuk döntéseket akár az infrastruktúra, az energiahatékonyság, vagy a pályázatok jövőbeni lefolyását előkészítő döntéseket kell hozni. Egy döntéshozó számára mindig kell az a visszaigazolás, az a visszacsatolás, amit azokért és az a felelősség tudat hajtja a döntéshozókat, amit azokért éreznek, akikről a döntések születnek. És ezek a magyar emberek, a magyar családok, a magyar vállalkozások, az önkormányzatok. És egyáltalán nem mindegy, hogy egy Európai Uniós közösségben felettünk hozzák a döntéseket, helyettünk hozzák a döntéseket, vagy velünk közösen, velünk szövetségben hozzák a döntéseket. Magyarország kormánya rendkívül következetes az energiapolitikában, mind az ellátás biztonsága, mind pedig azok megfizethetősége tekintetében és a hozzáférés tekintetében elkötelezett, hiszen a gazdaság működésképtelen energiahordozók nélkül, a lakosság élete ellehetetlenül energiahordozók nélkül. Nézzük csak meg, hogy mi van a szomszédos Ukrajnában, ahol folyamatos támadás, ösztűz alatt van az energiaellátó rendszer. Ha valahol nincs áram, mert mondjuk nincs energiahordozó, hogy beinduljanak az erőművek, vagy megfizethetetlenül drágává válik, és a lakosságot ellehetetleníti. A mindennapi életünk válik lehetetlenné, nem tudjuk bedugni a hűtőszekrényeket, nem tudunk főzni, nem tudunk mosni, nincs ivóvíz például, akkor ez, vagy nincs fűtés, akkor ez nem csak az életminőségre, hanem egyáltalán az emberi létforma nehezül el olyan mértékig, ami már elviselhetetlen is lehet. És mi abban vagyunk elkötelezettek, és abban segítjük Magyarország kormányát, hogy mindenkor naprakész információkkal és egy olyan felhatalmazással tárgyaljon az Európai Uniós döntéshozókkal, amiben a magyar érdekek hangsúlyosan domboríthatóak. És hogyha már meg tudjuk fogalmazni, mik a nemzeti érdekeink, azt is meg tudjuk fogalmazni, milyen eszközökkel szeretnénk ezt az érdeket megvédeni, és hogyan szeretnénk a magyar emberek életminőségét, életszínvonalát és a munkahelyeket úgy megvédeni, hogy ne szenvedjék el azt a kárt, amit egyébként sajnos ebben a felfokozott energiaárban, amit a megnövekedett inflációban, az élelmiszerinflációban sajnos nap mint nap tapasztalunk, de mégis ahol lehet, ott tompítani kell ezt a hatást, és az életminőséghez, és egyáltalán a megszokott életszínvonalhoz tartozó vívmányokat, azokat mindenki számára elérhető közelségben kell tartani. Ezért kérek mindenkit, hogy fogalmazza meg a saját érdekében is, saját jól felfogott érdekében azokat a válaszokat, amivel tudja segíteni Magyarország kormányát, hogy a magyar érdeket még erősebben, még hangsúlyosabban,
artikulálhassa az Európai Uniós döntéshozatalban. Nem csak azért fontos, mert a mindennapi életünk múlik rajta, hanem azért, mert a jövőnk is múlik. Ezen múlik a gyermekeink, az unokáink, és egyáltalán magyar nemzet sorsa is, hogy egy ilyen Európai Uniós közösségben, magában, Európában hová tudjuk majd pozícionálni a Kárpát-medencét és azon belül Magyarországnak a jövőjét. És hogyha már itt tartunk, még azt hagyd mondjam el, hogy én mindig nagyon felelősségteljes döntéseket tapasztaltam a nagykunságban élőktől. Kifejezetten a Karcagés térségében élőktől, de azt látom, hogy kezd egyre inkább összefonódni a megyével a nagykunsági embereknek a gondolkodása. Egyre inkább kezd kiteljesedni nem csak megyei, vagy térségi, vagy országrésznyi, hanem az egész ország területén az a józan megfontoltság, ami a karcagi embereket is jellemzi. Ott van a kormányzati döntéspolitikában. Ott van nem csak a támogatáspolitikában, vagy az érdekeink védelmében, képviseletében, ott van a biztonságpolitikában is. És látjuk, hogy egy ilyen migrációs nyomás alatt, akár a szomszédba dúló háború miatt milyen biztonságpolitikai kihívásokkal kell még szembenézni, amellett, hogy az energetikai is itt van, és az inflációs nyomás is rajtunk van. És amellett, hogy ezekre nap mint nap válaszokat kell adni, stratégiákat kell alkotni, súlyos milliárdokról, ezer milliárdokról, ha kell, 10 000 milliárd forintokról kell dönteni, amellett, hogy a nyugdíjak védelme és a szociális és társadalombiztosítási juttatások is nagyon fontosak. Ez egy rendszer, ha úgy tetszik, akkor ez egy pókháló. Bármelyik elemét meghúzzuk, azonnal mozdul vele együtt az egész. Tehát kell a napra kész információ. Szükségük van a döntéshozóknak. Kell a visszaigazolás, hogy nem csak a közvélemény kutatások, hanem a legpontosabb, amit az emberek válaszolnak, az a legfontosabb. És erre kell alapozni utána a kormányzati stratégiát, a döntéshozatalt, és ebben kell nekünk állampolgárként is, döntéshozóként is, legyünk a döntéshozatal legalsóbb, vagy középső, vagy legfelsőbb szintjén, de a döntéshozatalba is erre kell alapozni, mert az emberek elvárnak attól a kormánytól, amelyikre bízták az életüket, és elvárnak attól a vezetéstől, amire bízták akár egy önkormányzatban is az életüket. Másik helyi aktualitás, az elmúlt vasárnap került sor Kenderes-Bánhalmán egy időközi helyhatósági választásra, ahol a Fidesz jelöltje, Barabásné Forgács Edit, mint polgármester jelölt, a szavazatok többségét zsebelte be, amelyhez ezúton is gratulálunk. Hogyan értékeli elnök úr az eredményt? Egyrészt, mivel részese voltam annak a nem mondanám küzdelemnek, inkább azt mondanám, hogy vitának, ami zajlott Kenderesen az elmúlt években, és igazából értetlenül látunk amellett, hogy a városvezetése miért nem elkötelezett, vagy miért nem elkötelezettebb annak érdekében, hogy együttműködjön akár a térség országgyűlési képviselőjével, akár a megyével, vagy az ország vezetésével annak érdekében, hogy Kenderes és Bánhalma fejlődhessen. Nekünk a kenderesi és bánhalmai emberek élete az első, és amikor azt tapasztaltuk, hogy elégedetlenség van a város vezetésével szemben, akkor bizony mi elfogadtuk azt a döntést, amit a képviselőtestület tagjai hoztak annak érdekében, hogy a lemondásukkal elősegítsék egy tisztújítás lehetőségét a városban. És ez a tisztújítás, ez az augusztusi lemondással kezdődött, a képviselőtestület feloszlatta, kimondta, hogy feloszlatja magát, és ezek után egy nagyon komoly jelöltállítási és polgármesteri, még csak küzdelemre sem mondanám, inkább azt mondom, hogy megmérettetés előszele vette a kezdetét. És azt tapasztaltam, hogy Barabásné Forgács Edit és a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselő jelöltjei olyan empátiával fordultak a kenderesiek problémái iránt, és olyan őszinte szívvel tudták ezt közvetíteni mind a térség, mind a megye irányába, ami sikerre volt ítélve. Látszik, hogy az emberek békére vágynak, Kenderesen és Bánhalmán is. A békés, kiszámítható fejlődésre szavaznak. Számukra elég garancia, amit a kormányzat az elmúlt időszakban felmutatott, és a térség országgyűlési képviselője arra, hogy együttműködésben az országgyűlési képviselőkkel, együttműködésben a szomszéd települések polgármesterével, a nagykunsággal, Jász-Nagykun Szolnok vármegyével egy olyan dinamikus és előremutató fejlődés veheti kezdetét Kenderesen,
amire sajnos az elmúlt három év helyben állása, helyben toporgása, és bizonyos tekintetben a város lehetőségének az elnehezülése, az nem adott lehetőséget. Itt személyi alkalmassági kérdések is felvetődtek a kampányban. Megmondom őszintén, hogy szerettem volna távol maradni, de én is megszólítottam, tehát el kellett mondanom a kenderesi és bánhalmai emberek tisztán látása érdekében, hogy mind a térség országgyűlési képviselőjétől, mind az önkormányzati képviselőtől, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviseletében és a települési képviseletében, a megyében is megkapta a település azt a kellő figyelmet, amire lehetett volna alapozni. De a városvezetője, első számú vezetője nem kereste velünk a kapcsolatot, nem kereste ezeket a lehetőséget, amikor meg fizetési nehézségek keletkeztek, abban nem mi tudunk segíteni, azt minden településnek saját belügyeként kell kezelni. De eljött ez a tegnapi várva várt pillanat, amikor bizony elmondhatták a kenderesiek és a bánhalmaiak, hogy kire szeretnék bízni az életüket. És bizony Barabásné Forgács Editnek én is szeretnék innen is gratulálni, hogy ebben a megmérettetésben meggyőző fölénnyel tudta érvényesíteni a választópolgárok akaratát, és közel 70%-nyi támogatottság mellett elképesztően erős felhatalmazást kapott Kenderes városától és Bánhalmától, hogy innentől kezdve ő vezesse a várost is, és ő vezesse a képviselőtestülettel együtt az ott élő embereknek az életét. És bizony a Fidesz-KDNP minden önkormányzati képviselőjelöltjének gratulálok, hiszen mindenki bejutott a képviselőtestületbe. Így 6 önkormányzati képviselővel és polgármester asszonnyal most már egy olyan ütőképes csapata van Kenderesnek, amilyen talán még soha nem volt. És most már valóban arra a pályára tud állni a település, amire mindig is hivatott volt, de ehhez kell egy erős vezetés, ehhez kell a folyamatos konzultáció mind a térséggel, mind pedig a helyiekkel, és most már ez a vezetés erre is garancia. És nekünk nagyon fontos, hogy az a település, ami Horthy Miklósnak is szülővárosa volt, és mind az agrárszakképzésben, mind a térség gazdaságában nagyon komoly szerepet tölt be, az a település az fejlődjön. Az ott élők érezzék jól magukat, érezzék otthonuknak, érezzék a biztonságot, a fejlődést és a törődést, a gondoskodást. És ez mától Kenderesen és Bánhalmán is garantált, mint ahogy az is, hogy mi pedig megteszünk mindent annak érdekében, a helyieknek az elvárásai azok érvényre tudjanak jutni, meg tudják fogalmazni, mire vágynak, mit szeretnének, és ezeknek a vágyaknak, ezeknek a terveknek adjunk felületet. És nem csak az M4-es továbbépítése jelenti ezt, vagy Bánhalmi irányából a 34 számú főút teljes körű felújítása és az új kerékpárút megépítése. Ezek a programok mind mennek tovább, ezek a nehézségek ellenére sem álltak le. Az M4-es is tovább épül, még ha nem is abban az ütemben, mint ahogyan azt korábban szerettük volna, de a karcaki elkerülővel együtt meg fog épülni, és a 34-es számú főút teherbíró képessége is meg lesz növelve, és biztonságosabb lesz, mert a kerékpárút majd levezeti a kerékpáros forgalmat. És mindezek után egy kenderesi és bánhalmai ember, aki szeretné, hogyha az utcák, a járdák, a vízelvezető rendszerek, a zöld felületek is korszerűsödnének, a közintézmények olcsóbban lehetnének üzemeltetőek, és kiváló szakemberek dolgoznának mindenhol, a művelődési háztól, a bölcsödén, óvodán át az iskoláig, a szakképzésig, ezeknek a feltételeknek akkor tud megfelelni a település, hogy egy erős összetartó közössége van. És Kenderes és Bánhalma tegnap bebizonyította, hogy egy rendkívül erős és összetartó közösség, és közel a háromnegyede a lakosságnak egy kézbe tette a letéteményét ennek a lehetőségnek. Úgyhogy gratulálok Kenderes és Bánhalma minden lakójának, nagyon bölcs döntést hoztak, és a frissen megválasztott polgármesterasszonynak és képviselőtársainak pedig jó erőt, egészséget, jó munkát kívánok. Alig várom, hogy együtt dolgozhassunk továbbra is, mint ahogy polgármester asszonnyal a megyei közgyűlésben, mint külsős bizottsági tag, úgy az önkormányzati képviselőkkel is, a régi és az új önkormányzati képviselőkkel is. Elnök úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra. Viszontlátásra.